Faültetéshez várják önkéntesek jelentkezését a kecskeméti fürdő mögött létrejövő Kecskeméti Erdőpark területén a hétvégén. Az Erdőpark a Zöld Küldetés Egyesület és a Városi Civil Kerekasztal Fenntartható Fejlődés szakkerekasztalának kezdeményezésére valósul meg. A március 19-20-ai faültetéshez több tucat önkéntesre van szükség. A betanítás és a munka során a jelentkezők baráti családi környezetben megismerhetik a saját környezetzöldítéshez használható megoldásokat, hozzájárulva a nyári hőség csökkentéséhez, a levegő frissítéséhez. A telepített fák regenerálják a természetet és klímavédelmi célokat szolgálnak. A területen változatos adottságú és faj összetételű erdőgyűjtemény jön létre, mely szabadon látogatható közpark lesz. Helyet adhat majd kulturális és szabadidős tevékenységeknek, rendezvényeknek és workshopoknak is. A faültetés szombaton és vasárnap reggel 9 és dél között, valamint 13 óra és 19 óra között zajlik majd.